De egyébként hát kérdezek már vissza, mert van még itt egy podcast a terítéken, hogy ilyen készületlenül. Remélem, hogy ki tudjuk húzni a időt nélküle. Tehát én azért még nem jöttem ki a kultúrsokból teljesen. A vidékről Budapestre kerülő fiataloknak az ilyen... Kulturális migráció. Alapvetően a mi korosztályunkban azok az emberek, akik a politikai ébredésük során először valamilyen fajta rendszerkritikusnak mondható jobboldal felé fordultak, vagy szélső jobboldal felé, és utána mégis idővel meggyőződéses baloldaliak lettek. Sokkal könnyebben tudok nőket meggyőzni, hogy jöjjenek interjúzni. Nem, de egyébként tényleg szerintem is összefogja talán ezeket az adásokat, hogy intimen. Van egy ilyen a képeknek egy ilyen túltengésre az én munkásságommal kapcsolatban, és ez egyébként egyre inkább nem azt mondom, hogy zavar, de így elgondolkoztat. Köszöntöm nézőinket, szervusztok! A Partizánon jó ideje futnak dedikált podcastok is, vagyis olyan adások, amelyek kizárólag hangzó formában érhetőek el. A legtöbben valószínűleg azokat az adásokat követitek, amelyek videókból vannak átemelve a podcast platformokra, de szerencsére egyre többen fedezitek fel azt, hogy vannak kifejezetten tematikus podcastjaink is. Idén ősszel további dedikált podcastot is elindítottunk, most azt gondoltuk, hogy érdemes lenne bemutattunk a szerzőket, már csak azért is, mert most ketté fog válni a podcast platformunk, az egyiken fognak futni továbbra is a videóból átemelt adások, de a másik platformunkon kizárólag a dedikált podcastok azért, hogy minél könnyebben megtalálhatóak és követhetőek legyenek ezek az adások is. A mai adásunkban több blokkon keresztül fogom az egyes podcastok szerzőit, hosztjait kérdezni arról, hogy az elmúlt hónapokban milyen típusú adásokat készítettek, miért érdemes hallgatni őket, egyáltalán milyen témákat ölelnek fel az egyes műsoraikban. A mostani első blokkban itt ül velem Schulz Nóra és Papp Szilárd István, a Partizán szerkesztői. Szervusztok! Szia! Itt van Sudár Orsója is, a Város másik oldalán című podcastnak a szerkesztő műsorvezetője. Szervusz! Szervusz! Szilárd egyébként a Mi a teendőt vezeti, Éber Márkkal közösen, Nóra pedig a Belépési küszöböt Csepregi Dáviddal közösen. Jó, röviden tegyük képbe a nézőket, azokat, akik esetleg még nem láttak volna egyetlen adást sem, vagy nem hallhattak volna egyetlen adást sem ezekből a podcastokból. Menjünk Nórától kezdődően. Igazából mivel foglalkoztak a Belépési küszöbben Dáviddal? Igen, hát a Belépési küszöbnek az öndefiníciója az az volt, hogy baloldali elmélet és gyakorlat két hetente. Most ebből az lett, hogy három hetente, és igazából ez most már a harmadik évadunk, szóval nagyon sokféle műsorunk van, nehéz így egy definíciót adni rá. Igyekszünk alapvetően szerintem generációs kérdéseket felhozni, azokkal foglalkozunk, azokkal a kérdések, ami minket érdekel egész egyszerűen, illetve bemutatni azokat a baloldali személyiségeket, akiket mi fontosnak tartunk, tehát hogy ez alapvetően egy ilyen barátságos podcast, ugye ezzel kezdtük anno a bemutatkozásunkat, tehát nem kritikus interjúkra, meg szembesítésekre kell számítani a Belépési küszöb beszélgetéseiben, hanem alapvetően rendszerkritikus baloldali kérdésekről ventilálunk, beszélgetünk, illetve bemutatjuk azokat az embereket, akiket mi fontosnak tartunk, hogy megismerjenek a hallgatóink. Edukáció és agitáció? Így, igen. Szilárd, ugye a Márkkal közösen ti társadalomtudományos köteteket vesztek sorra, és azoknak a szerzőit hívjátok el. Pontosan milyen merítésben dolgoztok, mik a legizgalmasabb adások, amikre esetleg fölhívnák szívesen a figyelmét a nézőknek? Hát a mostani évadot ezt például ugye az élelmiszerválságra húztuk fel, tehát ott van egy olyan adásunk, ahol egyrészt elemezzük a szakértőkkel azt, hogy miért is alakult ki ez az élelmiszerválság, meg hogy miért fenntarthatatlan az, ahogy most élelmiszer termelünk világszinten, nem csak Magyarországon, és másrészt pedig kiutakat is mutatunk, tehát hogy élelmiszer önrendelkezés, hogyan lehet, mit tudom én, akár helyi szinten, rövid ellátási láncokba a tőkelogikán kívül élelmiszer termelni. Ez volt az évadindító adásunk, ez nagyon érdekes volt, de volt, tehát hogy beszélünk történelemről, beszélgettünk Csunderli Péterrel a Galilei körről, szóló könyvéről, az Orbán rendszernek a gazdaság politikájáról, vagy a politikai gazdaságtanáról, a székely zászlóról, szóval rengeteg ilyen különböző baloldali rendszerkritikus társadalomtudósokkal beszélgetünk arról, hogy oké, hogy adnak egy diagnózist arról, hogy mi is történik a magyar társadalomba, de hogy mi következne ebből politikai cselekvés szintjén. És általában tudnak rá adekvát választól szolgálni? Válaszaik vannak, és egyébként a beszélgetések attól jók, hogy igazából közösen próbálunk ilyen dilemmákat felvetni. Ugye egy hagyományos ilyen akadémiai keretben
ez nem része a munkájuknak, szóval ez egy ilyen gondolkodási folyamat. Sok érdekes válasz van, igen, abszolút. Orsi, a Város másik oldalán a podcastnak a neve, amelyet Takács Ákossal közösen készítetek. Pontosan mivel foglalkoztak azon belül, hogy hát kvázi urbanisztikai kérdésekkel, de lehet, hogy ez egyébként nem egy pontos leírása annak, ami a tárgykőre a podcastnak, úgyhogy kérlek, mutasd be te magad. Hát az első adásunkban az első fogalom, amit próbáltunk valamennyire demisztifikálni, az pont az urbanisztika volt, illetve a várospolitika és az urbanisztika viszonyának valahogy a helyretétele. Ákos építészként, én pedig történészként állunk, illetve keressük a megoldást a várospolitikai kérdésekre, és azért szerettünk volna mindenképpen egy podcastet, ami kifejezetten politikával foglalkozik, mert azt a hiányt fedeztük föl úgy általában a tartalomgyártók felől, hogy nem nagyon beszélünk a városról, mint politikai platformról, illetve nem úgy kontextualizáljuk sokszor a városi kérdéseket, mint egy politikai dilemmát. És erre ezt szerettük volna valamennyire behozni a szakmai diskurzusba, és az adásaink nagy részében ketten beszélgettünk, de van, hogy hívunk vendégeket, az egyik, hát, illetve az első meghívott vendégünk Karácsony Gergely volt az előválasztás után, ami számomra egy izgalmas beszélgetés volt pont azért, mert szeretnénk azt arra valamilyen fajta választ találni, hogy döntéshozók és a szakmai réteg hogy tudnak valahogy egy közös platformra kerülni. És hogyan? Hát nehezen. Az egyik probléma, ami áthatja az építészetről, illetve a városokról való beszélgetést, az az, hogy a szakma alapvetően apolitizált, illetve magát távol szeretné tartani a napi politikától, ami egyrészt a hétköznapi emberek számára elidegenítő hatású az építészetről való gondolkodásukban, és a politikáról való gondolkodásukban, és akkor ilyen különleges esetekben, mint a MOL-torony építése, felmerülnek politikai összefüggések, de hogy ezek ilyen nagyon, nagyon unikális esetek valójában, nem, ahhoz képest, amennyire érinti a mindennapi életünket a városban való lét, akkor is, hogyha nem konkrétan városban élünk. Tehát ha valamilyen szélsőségesen obszén és vagy vandál beavatkozás történik a városba, akkor általában át szokták lépni ezt a típusú a politikus. Igen. Igazából megválasztottad a következő kérdésemet, úgyhogy most Nórához és Szilárdhoz fordulok. Ha valaki nem ismeri a podcastotokat, akkor mi lenne a javaslatotok a számára? Most mondjuk kedvet kap arra, hogy az egyiket meghallgassa. Mi a belépési küszöb úgy a mi etendőbe, mint a belépési küszöbbe? Nekünk szerintem az egyik legizgalmasabb adásunk az a tavalyi évad zárás környékén volt, tehát nem a legutolsó, ahol azzal foglalkoztunk, hogy alapvetően a mi korosztályunkban azok az emberek, akik a politikai ébredésük során először valamilyen fajta rendszerkritikusnak mondható jobboldal felé fordultak, vagy szélső jobboldal felé, és utána mégis idővel meggyőződéses baloldaliak lettek. Ők meséltek arról, hogy pontosan milyen közösségi élmények, kulturális élmények, milyen sértettségek az ott esetben vezettek oda ahhoz, hogy, vagy milyen közösségi pozitív élmények is egyébként, ahhoz, hogy szélső jobboldali politikai affiliációjuk legyen. És akkor ezt próbáltuk meg felfejteni, nyilván amiatt is, mert szeretnénk azt gondolni, hogy van út a baloldal felé akkor is, hogyha valaki egyébként korábban más értékeket vagy politikai közösséget vallott magáinak. Tehát ezt próbáltuk felfejteni, hogy hogyan lehet, meg milyen motivációk mentén jó politikai közösséget szervezni, másrészt pedig meggyőzni arról fiatalokat elsősorban, hogy a baloldali rendszerkritikus gondolatok azok olyasmik, amiket érdemes a magukénak vallani, és amin keresztül tudnak politikai cselekvést végrehajtani, másrészt pedig egy jó közösséghez tartozni. Szóval ez az adás, amit egyébként szerintem olyasmi, amire sok pozitív visszajelzést kaptunk, meg sok beszélgetést gerjesztett. Egyébként pedig szerintem most az utóbbi hetekből az utolsó adásunk az volt, hogy 5 dolog, ami idegesít minket így a válság küszöpén, ami szerintem egy tipikus ilyen belépési küszöbös adás, ahol a Dáviddal csak ülünk és végigvesszük az elmúlt hónapoknak alapvetően a politikai meg gazdasági kérdéseit, és kicsit ilyen kieresztjük a gőzt, szóval szerintem ezek is olyasmik, amik én ilyesmi tartalmakat egyébként is szívesen fogyasztok, és jó érzés ezeket így megbeszélni, meg
meg szerintem tud muníciót adni egyébként akkor, hogyha valaki értelmezni próbálja akár az energiaválságot, akár a negyedik kétharmadot, akár a baloldalnak a hosszú történelmi válságát, amiben élünk, szóval ilyen ilyesmi lágéban mozog ez a podcast. Köszönjük. Amúgy nekem a legmélyebb hatást, azt hiszem, most nem emlékszem, mi a szakkifejezés, de az a Vida Kamillával közös adásotok, ami a vidékről Budapestre kerülő fiataloknak az ilyen... Kulturális migráció. Kulturális migráció, az volt az egyik ilyen legmélyebb hatású adásotok, ami így szerintem szintén ilyen belépési küszöbnek abszolút érdekes tud lenni. Hát egyrészt ezt az élelmiszer önrendelkezéses, ezt mindenként ajánlom, mert ez nagyon aktuális, így bemegyünk a boltba vonalon. Emellett a Csunderlik Péteres adás is nagyon érdekes abból a szempontból, hogy így lássunk azt, hogy így 100 évvel ezelőtt, 150 évvel ezelőtt is mennyire sok izgalmas, fiatal, progresszív, meg rendszerkritikus mozgalom volt Magyarországon, és nekem amúgy is flashem ez, hogy nem ismerjük a saját történelmünket sok szempontból, és hogy ezért ez fontos, hogy a magyar politika történetet jobban megismerjük. Meg még szerintem érdekes lehet abszolút ilyen első adásként az, ami a szexpolitikai gazdaságtanáról szól, tehát prostitúció, emberkereskedelem, pornóipar, ott Dés Fanni meg Csányi Gergely voltak a vendégeink. Emellett szerintem még az is érdekes, hogy ugye folyamatosan így Nyugat-Európához hasonlítjuk magunkat, ott keresünk kapcsolatokat így Magyarországról, meg Kelet-Európából, és hogy nagyon érdekes, hogy Böröc Józseffel készült adásunk, az volt azt hiszem a második adásunk, az első, ahol vendégünk is volt, ahol pont azt arról flesselget, hogy tényleg milyen, mennyivel sokkal jobb lenne olyan kapcsolat, vagy hogy mennyi sok hasonlóság van adott esetben India, vagy Dél-Amerika, vagy ilyen országok és Magyarország között, és hogy mennyire jó lenne, hogyha próbálnánk egy kicsit ott is kapcsolatokat létesíteni, vagy onnan tanulni, mi adni át tud. Szóval, hogy egy ilyen párbeszéd, politikai meg kulturális párbeszéd a világnak azzal a részével, amivel sokkal több közös van, mint mondjuk így Euró-Amerikával, vagy így a nyugati világgal, és közben sokkal kevesebbet tudunk róluk. Most itt ajánlottál igazából egyet, már az előző választatban, de van esetleg még egy, amire szívesen fogjuk belépési küszöbre a figyelmet. Meg mint a város másik oldalára. Most, hogy újra átpörgettem az eddigi adásainkat, azt hiszem a legelső adásunkat, ami formailag, műfajilag egy kicsit hektikus adásunk, de egész jól körbejárjuk a NER és a NER építészete és Budapest közötti viszonyt, illetve mi is egy kicsit jobban bemutatkozunk, hogy azt szívesen ajánlom a saját repertoárunkból. Illetve az interjúink közül számomra nagyon izgalmas volt, és szerintem egy örökérvényű kérdés a lakhatási válságra adott különböző válaszok közül a szövetkezeti lakhatásról szóló dilemma, amit Jelinek Csabával vázoltunk föl a Periféria Központ munkatársával. Nekem nagyjából mindegyik adásunk izgalmas volt. Egyik utolsó adásunk, az egy viszonylag történelmi fókuszú adás volt Ferkai, illetve korábban Ferkai Andrással egy életút interjút csináltunk lényegében, és aztán pedig Sipos Andrással és Misetics Bálinttal beszélgettünk a lakhatási válság történetéről és jelenéről, ami egy kifejezetten arra irányuló adás volt, hogy lehet a történelmi tudásunkat valami olyanba fektetni, ami a jelen idejű aktivizmusunkban, a lakhatásról való tudásunkban valamiféle mankót ad. És akkor záró kérdés mindhármatokhoz, hogy bár valóban egy virulens széna a podcast világ Magyarországon is, azért még bőven kevés az igazán autentikus tartalom. Úgyhogy zárásként azt kérdezem tőletek, hogy egyrészt mi az, amit hallgattok a magyar szintéren, vagy esetleg szívesen ajánlotok. Lehet akár egy konkrét adás is, hogyha nincsen egy állandó formátum. Illetve nemzetközi szinten mi az, amit hallgattok, és szerintetek érdemes lenne követni annak, aki egyébként is követi mondjuk a ti adásotokat, és fontosnak tartja azt a tartalmat, amit előállítotok, ti miből inspirálódtok, mi az, amire szívesen ilyen szempontból fölhívnátok a nézők, hallgatók figyelmét. És akkor Orsi, most veled kezdjük.
Hát ezt már az előző körben, amikor dicsértétek egymás adásait, eszembe jutott, hogy nekem, és ez most nem hazabeszélésben van, hanem tényleg lexikális tudásban is nagyon sokat adnak a Partizán podcastjei, úgyhogy én például nagyon szeretem hallgatni a Semmi Kulát, az új podcast sorozatot. És hát ugye, ami minket az építészeti témák felé terelt, az pont az, hogy nincs igazából olyan magyar nyelvű tartalom, ami az építészetről politikai aspektusból beszélne, de ezzel együtt tudom ajánlani Zubrecki Dávidnak az Auditorium című műsorát, legutóbbi adásban pont akár Csákossal volt egy izgalmas beszélgetés, úgyhogy van pár, de nem olyan sok politikai építészeti adás, amit lehet hallgatni. Köszi. Szilárd? Én a magyar szénából, mivel politika junkie vagyok, és ezzel kelek, ezzel fekszem, ezért főleg az ilyen politikai podcastokat hallgatom, tehát a 444-nek, a 24-nek, Válaszonline-nak főleg ez a három, amit szeretek, meg hát persze a Csunderlikéknek a régen Minden jobb voltját, ami ugye rádió műsor is, és podcast adás is. Nemzetközi szintéren meg az egyik, ami nekem ugye a number one kedvenc, vagy mi egy ilyen politikai rendszerkritikus baloldali podcast, az Aufhebunga Bunga, azt nagyon szeretem, de emellett mondjuk, amit még rendszeresen hallgatok, az Adam Tooze-nak a Financial Times, nem, a Foreign Policy-nál működő podcastja, Ones and Twos, mi egy ilyen tényleg egy rövid 10 perc, és így mindig egy nagyon fontos ilyen politikai gazdaságtani témát dolgoznak fel. Nóra? Ja, azt én is, meg most pont kijött ugye a Spotify-on, hogy ki mit hallgat a legtöbbet, és akkor most azért is fejembe van, hogy egyébként én is a Ones and Twos-t, azt nagyon szeretem. A G7 podcastokban szerintem nagyon jó adások vannak, főleg a Stúbnya Bencének a műsorai szerintem ma is például azt hallgattam reggel készítéshez, úgyhogy az egy friss élmény. A Bungakaszt, és akkor szerintem még, igen, 3/3 országzászló szokásos dolgok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, folytatjuk a következő blokkal. Következő blokkban az ősszel indult tematikus podcastjaink közül kettőnek a szerzői, illetve hostjai vannak jelen. Itt van velünk a Semmi Kóla nevű kulturális podcast szerkesztő műsorvezető párosa, Vida Kamila és Vas Máté. Sziasztok! Illetve az Ez egy hivatal önkormányzati közigazgatási podcast egyik szerkesztő műsorvezető, Udvarhelyi Tessa, szervusz! Hello! Kezdjük a Tesszával, már csak azért is, mert ez egy nehezebben behatárolható dolog. Mit jelent az, hogy közigazgatási podcast? Jó, először mondjuk el, hogy ki a másik műsorvezető, G. Szabó Dániel, csak azért, mert mi ketten csináljuk ezt, és az fontos, csak ő most nem tudott ide eljönni. Szóval nem tudom, hogy mondunk-e ilyet, hogy közigazgatási podcast. Ugye itt arról van szó, hogy mi mindketten a Danival önkormányzatnál dolgozunk, körülbelül 3 éve, tök újak voltunk ebben a rendszerben, mindketten különböző szintű kultúrsokkokon mentünk keresztül, és akkor eljutottunk így a 3. évbe arra, hogy ezt talán másokkal is meg kéne osztani, ezt a nagyon izgalmas élményt, hogy milyen Magyarországon a közigazgatásban per az önkormányzatokban dolgozni, milyen az, amikor az ember aktivistából átkerül a másik oldalra, és egyszer csak azt mondják neki, hogy hát akkor csináld, tessék, akkor lehet igazgatni ezt az országot, meg ezt a várost. És tulajdonképpen én úgy fogom föl ezt a podcastot, mint egy ilyen közös tanulást, hogy is néz ki az, amikor egy hivatalban dolgozol, ahol iszonyú nagy felelősséged van, és a te dolgod, hogy így működjenek a dolgok, és általában az embereknek, nekünk is tök sok előítéletünk van azzal kapcsolatban, hogy a hivatalnokok bunkók, meg lusták, meg nem szeretik az ügyfeleiket, meg nem történik semmi egy hivatalban, de ha az ember belülre megy, akkor azért ez ennél sokkal izgalmasabb, meg összetettebb, úgyhogy ezt akarjuk megmutatni. A legmegvilágítóbb erejű kulturális sokkodat el tudod mesélni? Az folyamatos. tehát én azért még nem jöttem ki a kultúrsokból teljesen, de
Azt hiszem, én mindig azt szoktam mondani, hogy én egyszer fogok írni majd egy nagy könyvet az idő a közigazgatásban témában, hogy hogyan konstruálódik az idő, mert iszonyú érdekes, hogy vannak dolgok, amik így éveken keresztül folynak, és nem érted, hogy miért nem történik semmi, és aztán hirtelen pontosan 3 perced van arra, hogy megcsinálj egy valamit, ahhoz, hogy a 3 éve várt dolog az egyszer csak így egyik pillanatra a másikra megtörténjen, és ez egy ilyen teljesen véletlenszerű, tehát, hogy véletlenszerű tényezők azok, amik így hirtelen összeállnak, hogy mondjuk valami megoldódjon, amiért már könyörögsz 3 éve, hogy icipici oldjuk meg, és tehát, hogy ez egy olyan kultúrsok, amit még nem tudtam így megérteni, mármint, hogy nem tudtam megérteni ennek a működését, de egyszer megfogom, és antropológusként egyszer erről fogok írni, hogy az idő és az idő múlása, tehát ugye a közigazgatásban sokszor 3 hónap az olyan, mintha egy pillanat lenne, tehát észre se vettük, hogy eltelt, miközben mondjuk az ügyfél, akinek meg kellett már oldani a gondját, az már azt gondolta, hogy ezt eltemettetés sose fog megtörténni. Szóval, hogy aztán nekem ez a napi folyamatos kultúrsokkom van, hogy így miért történnek ilyen lassan a dolgok, és aztán miért van az, hogy hirtelen megoldódnak a dolgok, és hogy milyen erőknek kell összeállni ahhoz, hogy ez így történjen. Oké. Kamilla Máté, Semmi Kóla, ez a podcastotoknak a címe, ami alapvetően kultúrtörténeti jelenségeket vizsgál filmeken keresztül. Egy picit magyarázzátok meg a nevet, illetve azt is, hogy igazából miért pont a filmet, mint médiumot gondoltátok a legadekváltabbnak arra, hogy ezen keresztül különböző jelenségekről tudjatok beszélgetni. Mert alapvetően nem filmekről, hanem inkább jelenségekről beszéltek, a film az apropó, miért? Máté? Hát a cím alapvetően onnan jött, hogy nem érdemes a kultúráról úgy beszélni jelenleg, hogy annak nem része az, hogy a kultúrának a befogadása egy fogyasztási metóduson keresztül történik, és alapvetően van egy éles elválasztás a munkaidő és a szabadidő között, és a kultúra az pedig úgy van narrálva, hogy az a pihenőidő, az a kikapcsolódás, akkor az ember nem dolgozik, akkor alapvetően minél inkább próbálja tompítani magát, regenerálódik, és ez abszolút befolyásolja azt, ahogyan befogadunk bármit, akár egy színházban, moziban, stb. De mi a kultúrát nem abban az értelmében használjuk, hogy műalkotás, meg művészet, hanem minden egyes emberi tevékenység, amit jelentéssel ruházunk fel, és ezért építjük fel úgy a témákat, hogy először beszéltünk a sportról, utána az étkezésről, majd a viseletről, a ruházkodásról, a divatról. Azért, mert ezekben mindannyiunknak van érintettsége, mert ezek a dolgok, amiket jó eséllyel egy közös, többszörösként tudunk felmutatni, hogy mindannyian öltözködünk, eszünk, vagy mozgunk, vagy pedig arra gondolunk, hogy mozognunk kellene, de minden esetre ezek azok, amik koronként változóan, de jelentésekkel ruházódnak fel, és egyáltalán nem függetlenek akár a közéleti folyamatoktól, vagy pedig alapvetően hatalmi viszonyoktól, aláfölé rendeltségtől, és a filmet pedig azért választottuk médiumként, mert talán ez az, ami a leginkább hozzáférhető tömegek számára. Köszönjük. Kamilla, mivel egészítenéd ki? Azzal egészíteném ki, hogy ez a könnyebb hozzáférhetőség a filmek esetében, meg hogy egy nagyon népszerű médium, ez ahhoz is hozzásegít, hogy alapvetően azt látjuk, hogy mondjuk könyvek esetében sokkal kevésbé történik meg társadalmi vita, vagy indít el jelenségeknek egy ilyen közösségi értékelését, sokkal szűkebb körben tárgyalódnak ki azok a kérdések, amik akár irodalmi művekben jelennek meg, vagy színházban, és ezért nagyon alkalmas a film arra, hogy társadalmi vitákat generáljon, rajta keresztül beszéljünk a politikáról, és ezért nagyon inspiratív is ez, hogy tulajdonképpen a filmeken keresztül lehet társadalomról gondolkodni, politizálni, és ez szerintem nagyon sok lehetőséget rejt magában. Nevezzétek meg azt a podcast adásotokat, ami a véleményetek szerint azoknak a nézőknek, akik most először hallottak arról, hogy van egy ilyen típusú műsor, alkalmas lehet arra, hogy betekintést nyújtsa, amit leginkább ajánlanátok ahhoz, hogy elkezdjen megismerkedni veletek. Tessa.
nekünk azért nem volt még annyira sok, de amit én javasolnék, az azt hiszem a második adásunk, ahol három olyan köztisztviselővel beszélgetünk, akik még 30 év alattiak, tehát hogy igazándiból tök fiatalon dolgoznak köztisztviselőként speciál önkormányzatokban, és az egyikük lakáspolitikával foglalkozik, a másikuk ilyen ügyviteli dolgokkal, tehát nagyon sokat iktat, és az iktatást felügyeli, és a harmadik pedig belső utasításokat és belső szabályzatokat ír. És ugye ezek nem tűnnek ilyen hiperizgalmas dolgoknak, de valójában az, ahogy velük beszélgetünk, az tök jól átadja azt, hogy egyébként milyen lelkesítő tud lenni a közért dolgozni, meg hogy igazándiból tök szenvedélyes emberek dolgoznak az önkormányzatokban, meg valószínűleg máshol is a közigazgatásban, csak ez kívülről nem feltétlenül látszik, és szerintem az ő lelkesedésük, meg ahogyan mesélnek a munkájukról, az nagyon izgalmas lehet azoknak, akik a hivatalokat egy ilyen szürke masszának látják. És ugye ráadásul nekem azért is fontos ez, mert én azt gondolom, hogy alapvetően a közigazgatásnak meg kell újulnia. Szóval, hogy egy elavult, lassú, nem ügyfélbarát, saját magára koncentráló közigazgatás nem tud egy nyitott, szolidáris társadalmat kiszolgálni, meg felépíteni, és ahhoz, hogy egy nyitott és szolidáris társadalmat építsünk fel, ahhoz a közigazgatásban dolgozóknak is ilyennek kell lenni, és például ebben a műsorban három ilyen embert ismerünk meg, és szerintem az iszonyú fontos, hogy ezeket a sztereotípiákat egy picit eloszlassuk, másrészt pedig azért kicsit célunk az is, hogy jöjjenek az emberek dolgozni velünk, mert én ugye a civil szférából jövök, a civil szférában iszonyú sok kreatív, innovatív, gyors, dinamikus ember dolgozik, és tök jó lenne, hogyha ez nem csak a civil szférában lenne így, hanem a közigazgatásban is látnának potenciált azok, akiknek vannak vízióik, meg elképzeléseik, meg változtatást akarnak, és nem csak egy ilyen állandóságot, meg nem tudom, garást. Garást? Kamilla? Volt egy adásunk, amiben leginkább az új magyar filmre, a Blokádra fókuszáltunk, ami ugye a taxis blokkád történetét dolgozza fel, de ebben az adásban több olyan másik filmről is beszéltünk, ami valahogy a taxisok helyzete van benne fő témaként megjelölve, és az egyrészt azért volt nagyon érdekes, mert beleástuk magunkat a taxis blokkád történetébe, és nagyon izgalmas volt látni azt, hogy az emlékezetpolitika hogyan kezd a rendszerváltásról, meg a taxis blokkádról alakulni, és hogy mit akarnak kommunikálni a különböző érdekelt felek, és kíváncsi voltam arra, hogy vajon a taxisok hogy lesznek megjelenítve ebben a filmben. Vajon ez az ő történetük lesz-e? Antal József kiemelt szerepe az emlékezetpolitikában, az is nagyon érdekesen csillan meg ebben a filmben, szóval számomra ez egy ilyen nagyon izgalmas felfedezés volt. Másrészt meg egyébként is szerintem nagyon érdekes az, hogy azok a filmek, amiket megnéztünk, ott a taxisok általában mindig valami olyan szerepben voltak, akik a rendszerrel szemben fogalmazták meg magukat, és egy lázadó karakterük volt, egy változtatni akaró történet főszereplői voltak, és ez szerintem azért is nagyon fontos, meg érdekes, mert azért a taxisokkal kapcsolatban rengeteg ilyen negatív társadalmi sztereotípia van, és nagyon érdekes volt látni ezeket a különböző politikai helyzeteket, különböző ábrázolásokat, amik megmutatták szerintem sok esetben ennek a, nem tudom, a szakmának az árnyaltabb oldalát. Máté? Hát akkor én egy másik adást ajánlok még, ez pedig a negyedik adásunk, amit azután készítettünk, ami pedig a divattörténettel foglalkozott. Indulunk a 19. században, és egy Sisi történetét ismételten újra mesélő filmről beszéltünk először. Itt pedig szintén az volt az érdekes, hogy kapcsolódott abból a szempontból a blokkádhoz, hogy itt is a történelmet hát metaforaként használják inkább, és itt teljesen tudatosan van megtéve az az állítás, hogy a történeti hitelességet nem érdemes számon kérni ezen a történeten, mármint hogy ezen a filmen, mert itt arról van szó, hogy így visszaprojektálunk a monarchiának a korába valami teljesen anakronisztikus
lázadás történetet, a Sziszit megteszik úgy, mint egy lázadót, viszont a blokkádnál pedig azt láthattuk, hogy van egy igénybejelentés, hogy most itt a rendszerváltásnak, a taxis blokkádnak, Antal Józsefnek a hiteles történetét fogjuk látni, és nagyon érdekes volt lekövetni azt, ahogyan a különböző forrásokat hogyan használják fel a forgatókönyvírók a saját céljaikra. Az egyik film teljesen tudatosan mondja fel azt a szerződést, hogy itt most valami hiteles történet lesz elmondva, nem pedig valami metaforikus, allegórikus játék lesz a nézővel közösen lebonyolítva. A blokkád esetében pedig ugyanúgy játszik velünk a film, csak ezt nem hajlandó közölni, és még önmagukat is becsapják valahol a készítők. Ez egy Hivatal a podcastotok címe. Miért ez az elnevezés, és igazából honnan érkezik, és mit akar kifejezni? Mert annyiszor hallottuk, amikor megérkeztünk ide, hogy de hát ez egy hivatal, itt ezt nem lehet csinálni. Ez volt mindig a mondás? Hát igen, hogy de hát ez egy hivatal, hát itt nem lehet így kinézni, itt nem lehet így beszélni, ez egy hivatal, itt ez az eljárásrend, itt követni kell a szolgálati utat, és ez nagyon-nagyon sok friss köztisztviselőnek, vagy önkormányzatban dolgozónak szerintem egy ilyen nagy élmény, hogy ez egy hivatal. Itt bizonyos módon működünk, és persze egyébként nyilván ennek van egy értelme, tehát hogy az jó a közigazgatásban, hogy próbál ilyen politikai kurzusokon átívelve valami alapvető biztonságot nyújtani, mondjuk el vannak intézve a dolgaink, tök független attól, hogy ki a miniszterelnök, és akkor egyrészt jaj, de jó, mert stabil, de azért az ez egy hivatalban az is benne van, hogy úristen, ez annyira be van kövesedve, hogy ez soha nem fog megváltozni, és soha nem fogunk elérni a mai korba, tehát hogy mindig le leszünk 50-100 évvel maradva. Úgyhogy ez egy kicsit azért azt is tükrözi, hogy mi a Danival ezt megpróbáljuk, egyrészt komolyan vesszük, megpróbáljuk alázattal kezelni ezt a témát, hiszen azért itt olyan emberek munkahelyéről, meg munkájáról van szó, akik egyébként évtizedeket annak áldoznak, hogy a közt szolgálják, de azért elég sok irónia is van benne, meg azért szoktunk magunkon is nevetni, meg a körülöttünk lévők, hogy mondjam, azon, ahogy nagy bürokráciák működnek, és nagyon abszurd nyelven beszélnek, abszurd, néha abszurd logikával hoznak döntéseket, néha fontosabb az eljárás nem, mint az, hogy valami valójában megtörténjen, tehát hogy így ez egy kicsit egy játék azzal, hogy egyszerre nézzük kívülről, meg belülről, kritikusak vagyunk, kicsit nevetünk rajta, de közben nagyon erősen az a célunk, hogy javítsuk is, tehát hogy mind bármiről, amiről beszélünk, hogyha mondjuk kritikát fogalmazunk meg, akkor az a célunk, hogy megtaláljuk, hogy jó, de ez hogyan lehet másképpen, vagy hogyan lehet jobb, vagy hogyan tudjuk jobban szolgálni azokat, akiknek egyébként a pénzéből mi itt mind dolgozunk. Ugye az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha jól értem az egésznek, igazából az etosza, hogy a közigazgatás, a közszolgálatnak valamilyen módon a rangját, azt próbáljuk meg minél szélesebb körben hát köztudomásúvá tenni, legalábbis, hogy jól értem, akkor ez a podcastotoknak a célkitűzése, és ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye a magyar nyelvben a bürokratikus az egy szitokszó, miközben alapvetően annyit jelent, hogy bürószerű, tehát hogy van olyan kidolgozott eljárásrendek, amik lehetővé teszik a visszakövethetőséget, a dokumentálhatóságot, a számunkérhetőséget. Mi elvileg tök jó. Ami elvében tök jó kellene, hogy legyen, de te is azt mondod, hogy valójában ez egy problémája a hivatali működésnek. Tehát azt szeretném igazából megkérdezni tőled, hogy az, amit ti alapvetően kritizáltok, az nem szükségszerűen része minden közhivatalnak, hogy egész egyszerűen túl bonyolítottnak tűnő eljárásrendeket alkalmaz, egyszerűen azért, mert azok az ügyek, amiket kezelnie kell, azok rendkívül bonyolultak. Igen, ez biztos, hogy így van, és egyébként a legutóbbi adásunk az nekünk is pont egy történeti adás volt, egyelőre a 19. századdal foglalkoztunk, amikor kialakult a magyarországi közigazgatás, és azért ott az elég érdekes volt azt megtanulni, ugye én egy rendkívül idealista ember vagyok, én azért dolgozom önkormányzatban, mert hiszek az önkormányzás erejében, szeretném, ha a közösségek a kezükbe vennék a sorsukat, stb. De hát azért a magyar közigazgatás nem ez a gyökere, hanem alapvetően azért közigazgatást azért csinálnak államok, hogy kontrollálni tudják a népességüket, hogy beszedjék az adót, hogy adatokat gyűjtsenek róluk, hogy tudják, hogy hányan vannak, hol vannak, mit csinálnak, és alapvetően jól viselkedjenek. És akkor szerintem ez egy történeti hagyaték, és például az, ahol én dolgozom,
dolgozom, a Közösségi Részvétel Iroda a Józsefvárosi Önkormányzatban, aminek nincsen semmi köze a podcasthoz, csak annyi, hogy ez az én munkahelyem, de hát azért mégiscsak annak is az az etosza, hogy el lehet érni azt, hogy egy önkormányzat vagy egy közigazgatás egyszerre legyen szakszerű, meg eljárásrendszerű, meg dokumentált, meg visszakövethető, de közben rugalmas és nyitott, és meghallgatja azokat az embereket, akikről szó van. Tehát, hogy egyszerűen én azt gondolom, hogy képesnek kell lennie egy rendszernek megugrani ezt. És igen, ez egy óriási ellentmondás, hogy mondjuk az állam ilyen menedzselő karjából az ember hogyan csinál egy olyan rendszert, ami menedzsel, ügyeket old meg, de közben nem elnyom, hanem emancipál, felszabadít, embereknek lehetőséget nyújt arra, hogy beleszóljanak, vagy igazgassák saját magukat, vagy megvalósítsák az álmaikat. Tehát, hogy mondjuk ha akarok egy eseményt szervezni, akkor ne hónapokig küzdjek azzal, hogy megkapjam az engedélyt, hanem mondjuk segítsenek abban, hogy hogyan tudom a legjobban megkapni, hogy az mindenkinek jó legyen, hogy mondjuk a szomszédok se panaszkodjanak, és nekem is jó legyen a rendezvényem. Tehát, hogy én azt mondom, hogy lehet jó közigazgatás lenni, még mindig hiszek benne. Tudsz konkrét politikus, a polgármester, aki hallgatja? Hát azt nem tudok, de például jegyzőkről tudom, hogy hallgatják, meg tök sok pozitív visszajelzést kapunk. És akkor záró kérdéskör, Máté, először, hogy hozzád fordulok. Hallgattak-e olyan podcastot, amit szívesen ajánlanátok a hallgatóinknak, nézőinknek, akár azért, mert kapcsolódik ahhoz a témakörhöz, amivel ti foglalkoztok, akár azért, mert önmagában izgalmasnak és intellektuálisan érdekfeszítőnek tartjátok, akár magyar, akár angol nyelven, vagy bármilyen más külföldi nyelven, Máté elsőként. A magyar nyelvű filmes podcastek közül a Vakfoltot szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, amit Huszár András és Fribalcki Majer Péter készítenek, és olyan klasszikusokon mennek végig, amik számukra újságíróként kimaradtak, és amik azért rengeteg ember életéből kimaradnak. És ez ilyen folyamatos bepótlása annak a állandóan hízó kanonikus filmeket és kultklasszikusokat tartalmazó listának, ami mindenki életében egy végtelen hosszú listának felelhet meg. És továbbá még a Filmbarátok podcastet szeretném ajánlani, ami akár 4-5 órás beszélgetéseket szentel két hetente aktualitásoknak, és erre is szerintem érdemes rácsatlakozni, és tök jó beszélgetések mennek itt is. Én a Partizánt az podcast formában szoktam hallgatni, hogyha szabad ilyet mondani, mármint, hogy ilyen... Szerencsére sokan voltam, akik kezdtek, tök igen, jó. Tehát, hogy én nem a YouTube-on meg a Facebookon nézem, hanem podcastként, de én inkább, én angol nyelvöket ajánlanék, mert én nekem a szívem egy icipici csücske az Amerikában van, és én két amerikai podcastot szoktam nagyon gyakran hallgatni, az egyiknek az a címe, hogy This American Life, ami amerikai, egy amerikai történetmesélős podcast, ami egy csodálatos podcast, ahol emberek életét mutatják be, általában egyes szem első szemében, vagy ilyen nagyon személyes történetek kapcsán, és egyébként nagyon, nagyon kedvesen és jó formában depolitizálnak is, és a másik az pedig a Fixing Our City, ami pedig San Franciscóban gyártják, és arról szól, hogy hogyan lehet egy város problémáit jól megoldani. Tehát, hogy az hasonlít egy kicsit az Ezegy Hivatalhoz, vagy annak egy kicsit így inspirációja, de egyébként elképesztő érdekes, mert angol nyelvű közigazgatásról szóló podcastból körülbelül 20 van. Tehát, hogyha valaki el akar merülni a közigazgatás, az igazgatás és az önkormányzásnak a rejtelmeibe, akkor a GovLove és ilyen típusú podcast elnevezéseket érdemes keresni. Szuper. Kamilla? A Filmbarátokat én is nagyon ajánlanám, és egy másik nem filmes podcast, hanem egy újdonság, amire rátaláltam, de szintén kulturális jellegű, a podcast 2T-vel, ami egy Harry Potter újraolvasás tulajdonképpen 4 fiatal által, akik közül 2 nem olvasták gyerekként a Harry Pottert, 2 viszont igen, és egy ilyen közös felfedezése ennek az egész világnak, meg annak, hogy ez ma hogy olvasható, és azok a társadalmi viszonyok, amik a 90-es évek végét és a 2000-es évek elejét jellemezték, és amiben ez az egész könyvsorozat megíródott, az hogyan vetítődik ma vissza, és nagyon izgalmas, kedves beszélgetések, tök jó. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, sok sikert a további adásokhoz. Ti pedig maradjatok velünk, mert következik a harmadik blokkunk.
És akkor a harmadik és egyben utolsó blogban két partizános műsorvezetőtársammal beszélgetek, akik szeptembertől saját podcasttal jelentkeztek, és jelentkeznek a mai napig, sőt jelentkeznek jövőre is. Itt van velem Tóth Jakab, aki a Bezzeg az én időmben címmel indított podcastot. Szervusz! Szia! Illetve Balogh Zsófi, aki Zsófilter néven indította a podcastját, vagy hát migráltatta át a videós műsort a podcast platformokra. Szervusz, Zsófi! Szervusz! A Jakabbal kezdem csak azért, mert szerintem a Zsófilterrel valószínűleg azért a nézőink találkozhattak videóként is már korábbiakban, de a Bezzeg az én időmben az egy teljesen új típusú formátum. Nyilván szándékolt a picit nevetséges címadás már abban az értelemben, hogy sokat feltételezel rólam. Vagy fiatalabb, tehát így az a te idődben Bezzeg mi történhetett. Kérlek, meséld el ezt, Jakab. Hát nem is annyira rám vonatkozik ez a dolog. Szerintem inkább erre a generációs különbségre akarja felhívni a figyelmet, hogy azért van egy arrogancia gyakran az idősebb korosztályban arra nézve. Hát már önmagában ez a szállóige, vagy szólás, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ez a Bezzeg az én időmben dolog. Ez így önmagában egy arrogancia, és kicsit erre akarja felhívni a figyelmet. Annyi a koncepció lényege tulajdonképpen, hogy saját generációmból Z-generációs embereket hívok meg, és velük beszélgetünk. És tök legitim vélemények, és tök legitim arcok jelennek meg a műsorban, annak ellenére is, hogy nincs rajtuk a nem tudom hány év tapasztalat. Ugye a Monoszkóp korábbi adásaiban ez a generációs logika szintén megjelent már, ahol egy adott szakmán belül egy idősebb és egy fiatalabb képviselőt ütköztettél, vagy valamilyen módon nem egy térbe raktad őket, de videón keresztül kommunikáltattad őket egymásnak a munkáiról. Itt viszont kifejezetten egy generáción belülről választasz vendégeket magadnak. Miért így alakítottad át a koncepciót? Eleve a Monoszkóppal is az volt a terv, hogy az kell az az áttét, hogy nem egy térben vannak, hanem külön, mert én azt gondolom, hogy ezek a generációs konfliktusok és különbségek akkor jönnek ki igazán, hogyha mindenki a saját safe space-éből beszél, úgy, ahogy ő tud és szeretne és akarna. Emiatt volt egy áttét, hogy ugye külön forgattunk velük. Itt pedig nem akartam összehozni és eljátszani ugyanazt, amit már egyszer megúsztunk a Monoszkóppal, mert hogyha így összeülünk, akkor lehet beszélgetni, és akár még jó dolgok is történhetnek, de szerintem itt inkább az a volna a lényeg, hogy reprezentálódjon ez a generáció is valamilyen kereten belül, és hallgassa meg az idősebb generáció őket, mert szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy jópofizó, barátkozó beszélgetések legyenek. Okay. Zsófi, Zsófilter néven fut a podcastod, ami eleve jelez egy erőteljes személyességet, hiszen azt jelzi, hogy ez minden, amiről beszélsz, az a te személyes szűrődön keresztül válik érdekessé, vagy próbálod érdekessé tenni a hallgatók számára. Emellett ugye azért mégiscsak az egy feminista podcast. Az lenne az alapvető kérdésem hozzád, hogy a feminizmus, mint egy ilyen, hát mostanra elég erőteljesen gumifogalommá vált kifejezés, ami alatt politikai oldalak teljesen eltérő dolgot értenek, használják szitokszónak, de használják innen emancipatorikus éllel is. Igazából nagyon nehéz megmondani, hogy jelenleg mit jelent és kinek mit jelentett a feminizmus. Szóval, hogy számodra mit jelent? Tehát, hogyha zsófilteresen kellene megfogalmaznod, mit jelent számodra az, hogy egy feminista podcastnak vagy a szerkesztő műsorvezetője? Nem tudom, Martin, annyira izgulok, hogy mindjárt megőrülök. Fél évet nem vagy kamera előtt és egyből. Mit tudom én, hát így... Jó, én már most imádom. Ezt jelenti a feminizmus, itt ül két faszi, keszegették. Nem tudom, minden témának van nőügyi vonatkozása, és akkor arra megpróbálok ránézni olyan témák mentén, amik érdekelnek, és akkor talán valakinek tetszik az én nézőpontom. Igen, szóval nagyon személyes, tehát így benne van az a veszély, hogyha valaki engem nem bír, akkor nem fogja bírni ezt a podcastot sem, vagy azt a fajta feminizmus, vagy ettől utálja meg a feminizmus, de hát ez van. Én így megpróbálok hozzányúlni azokhoz a háttértudásaimhoz, amiket így a nőjogi szervezetekben szereztem, meg amiket így saját magamtól magamra szedtem, és akkor talán értelmezhető a hallgatóknak. Jó, akkor újra föltéve a kérdést, tehát alapvetően engem az érdekelt volna, hogy miközben ez nyilvánvalóan egy nagyon személyes, vállalatlan személyes podcast, közben nyilvánvalóan ott van az a típusú nyomás, elvárás, nem tudom, hogy egy szélsőségesen nőellenes társadalomban, most vagyunk túl a 16 akciónapon, amely keretében újra lehetett látni azt, hogy mennyire
szélsőségesen kiterjedt a nők elleni párkapcsolaton belüli erőszak, és ez csak egy formája a nők elleni erőszaknak, rengeteg egyéb formája van, ezekkel is foglalkozott többek között az adásokban. Tehát, hogy miközben van egy ilyen társadalmi közeg, az, hogy a te személyes érdeklődésed mire terjed ki, mire nem terjed ki, nyilván ez adott esetben jelezhet konfliktusokat, ezeket hogyan kezeled, mi az, amit ebből szerinted érdemes akár a hallgatók, nézők számára megosztani, milyen típusú műsorkészítési helyzetekbe keveredsz emiatt, amik adott esetben neked is megvilágító erejek, adott esetben a te gondolkodásodat is formálják. Hú, ezzel sokat küzdök. Én a feminista közegen belül sem feltétlenül vagyok egy kedvelt személy, szóval, hogy én azt tapasztalom, hogy nem csak az, hogy magyar társadalom ilyen-olyan szexista, hanem hogy úgy általában azt veszem észre, hogy az a stílus vagy személyiség, amilyen én vagyok, vagy amivel én beszélek, az nagyon sokakat irritál. Ezt most arra értem, hogy pusztán az, hogy nem kérek bocsánatot minden mondatom előtt, nem teszek 6 diszklémert, hogy egyébként szeretek mindenkit, meg a férfiakat se utálom, csak szeretnék arról beszélni, hogy tehát, hogy ez még komolyan, ezzel még a feminista közegeken belül is küzdök, hogy az egyenes beszéd, vagy a nem is tudom, határozottság az sokaknak egyenesen az agresszióval egyenlő. Tehát, hogy így azt veszem észre, hogy egyre kevésbé divat, nem tudom, hogyha határokat szab az ember, akkor azt nagyon nehezen veszik emberek, és most így nem tudom, kicsit össze-vissza volt ez lehet. Nem, egyáltalán volt össze-vissza. Jakab, hogy azt láttuk többek között az adásokban is, és ugye volt egy terepmunkád is, amiben az őszi oktatási megmozdulásokat követted végig, megpróbáltál azokkal a diákokkal közelebbi viszonyt kiépíteni, akik alapvető szervezői a megmozdulásoknak, de volt egy adásod is, ami kifejezetten erről szólt. Mesélsz egy picit arról, hogy az életkori közelségen túlmenően mi az, ami miatt kifejezetten érdekel, ennyire kiterjedt a műsorkészítőként az oktatási tiltakozások hulláma? Hát ez érdekes, ez most így megtalált engem, azt érzem. Nem tudom, valószínűleg az SZFE miatt, szóval, hogy az SZFE-s érintettségem miatt, mint egyetlen egy olyan megmozdulás, ami oktatás ugye összekapcsolható és részt vettem benne. Másfél meg egyébként nagyon jól szimbolizálja szerintem ezt a generációs kérdést is. De most tényleg vele gondolva, hogy ott voltam én az SZFE-n, ott volt neked is például a HAHA, és az összes többi tüntetés, és most pedig itt vannak a diákok, itt van az RDF. És ez szerintem rohadt érdekes, hogy itt van gyakorlatilag már 3 generáció, hogyha mondjuk engem magamat is leválasztom az RDF-ről, azzal a 7-8 év különbséggel, ami kettőnk között van, vagy akár 10, hogy 3 generáció ugyanannak a falnak rohant neki gyakorlatilag. Most még nem akarok semmit se prejudikálni, vagy a RDF-re azt mondani, hogy ők is ugyanannak a falnak fognak neki szaladni, mint aminek az SZFE is neki szaladt, vagy a HAHA. De ez ijesztő. Hát az orbánizmus, igen, szóval, hogy ez a fal ugyanúgy ott van mindannyiunk előtt, és ugyanúgy neki megyünk, és nagyon érdekesek azok a kis nüanszok, ahol eltérések vannak, meg nagyon érdekes az, hogy tényleg ugyanannak a falnak rohanunk neki. És ez például kifejezetten érdekel, és valószínűleg a személyes érintettségem miatt is az SZFE kapcsán, meg csodálatos emberek egyébként tényleg, szóval, hogy ha kiterjesztük, akkor tudom, hogy 2 adás is szólt róluk, meg a tiltakozási hullámról, mert volt egy adás, ahova Pankotai Lili is eljött. Ott szintén volt egy generációs rész, mert ott Pankotai Lilivel és Nagy Blankával beszélgettünk, ami megint csak az van, hogy így megismétli magát a történelem bizonyos szinten. És ezeket a tudásokat szerintem tök fontos átadni, és egyébként egy ilyen podcast, ez ugyan nem ülteti össze a feleket, de alkalmas lehet arra, hogy beszélgessünk olyan dolgokról, amiket az adott generációk már megéltek egyszer, és ránézzünk kívülről. Szóval engem kifejezetten érdekel ez a történet, és szerintem most nagyon fontos, ami ott történik a diákokkal. Zsófi, egy kicsit újra alkotom az előbbi értékítéletemet, mert szerintem még itt ez egy klasszikusan partizános dolog, hogy egyrészt vannak az emberek saját mániai műsorkészítőként, de közben megpróbálja a közérdeklődést is valamilyen módon becsatornázni a műsorkészítésbe, és ezért számos olyan témát dolgoztál föl, ahol ez a típusú, nem akarom azt mondani, hogy közszolgálati jellegű, de legalábbis a közérdeklődésre számot tartó attitűd, erősen megjelenített. Azért volt adásod prostitúcióról, nőkereskedelemről, az ukrajnai nők magyar ellátórendszeren belüli kezeléséről, de mondjuk nekem az volt egyébként a kedvencem, bocsánat, hogy így mondom, a nők és az autóvezetés. Szerintem különösen vicces, szórakoztató, de közben meg nagyon erőteljesen megvilágító erejű adás volt. Tehát, hogy mondjuk az, hogy mi alapján kerül be egy ilyen típusú témaválasztás a műsorkészítési folyamatba, azt mi dönti el, egyáltalán kivel dolgozol azon, hogy mikor mit és hogyan dolgoztok föl?
Azt teljesen önállóan döntöm el, és teljesen a saját érdeklődésemen múlik, és aztán persze van egy folyamata annak, hogy az adástervemet átnézik, meg van egy szerkesztői konzultáns Kovács Eszter személyében. Mit ad hozzá az adásokhoz? Az észt. Nem, de egy kicsit igen, szóval, hogy ő azért így sokkal nagyobb elméleti felkészültséggel rendelkezik, tehát én nem vagyok annyira jó a, nem tudom, társadalom tudományos átlátásában a témáknak. Van egy ilyen határ, ameddig én ezekkel a témákkal, tehát hogy inkább személyes érdeklődés fűt, meg a feminista drive, de hogy egy kicsit partizános is legyen, azt mondjuk az Eszter teszi sokszor hozzá, és aztán nem mindig sikerül behoznom azokat a szempontokat, de egyébként ezen is szerintem túl sokat pörgök, meg pörgünk a Partizánban is, hogy nagyon balos legyen, meg nagyon mindenféle társadalmi osztállyal foglalkozzunk, és úristen, ha nem érti a mindenki, akkor most akkor milyen nyelvezetet használjunk, és én egy kicsit ettől el akarok szakadni, hogy nem tudom, ne legyen ebből ennyi stressz, hogy most hogy szólunk, és az ilyen elképzelt közönség az vajon hogy fogja érteni, és hogy tudjuk a partizános víziót közvetíteni, miközben. Szóval én inkább azt szeretném, hogy legyen témákról szó. Én annak örülök, hogyha a hétköznapi emberek rám írnak az Instán, és azt mondják, hogy basszus, például az evészavaros adás után nagyon sok nő jelezte, tényleg ismeretlenek, hogy úristen, micsoda hatása volt, és mennyire jó volt hallani. Melyik adást ajánlanád első találkozásnak a nézők számára, hogyha azt mondanák, hogy eddig nem hallgattak Zsófiltert, de most úgy döntenek, hogy szívesen adnak neki egy esélyt. Melyik lenne szerinted az adás, ami leginkább alkalmas arra, hogy behúzza őket? Attól függ ki az illető, de mondjuk az evészavaros vagy az autóvezetős szerintem az olyan, amihez tényleg minden nő tud kapcsolni. Jó, autóvezetés nyilván, aki vezet, de aki egyébként gyalogos és autókkal találkozott az úton, az is. Az evészavaros téma szerintem azért, mert észre sem vesszük, hogy egy ilyen nagyon basic dolog, mint az evés, az a nők számára mennyire ilyen problémákkal terhelt, és nagyon sok nő, aki nem evészavaros, az is tud kapcsolódni ezekhez a problémákhoz, mert az egész életünket átszövi. Jakab, melyik lenne az a Bezeg az én időben adás, amit első találkozásnak ajánlaná jó szívvel a hallgatók számára? Az ebben az érdekes, hogy nekünk volt egy témalistánk, és akkor abban kitaláltunk témákat, amiből ez első valósult meg, és az összes többi nem, mert utána mindig az aktualitások így átvették a műsorkészítésnek a főirányát. Úgyhogy szerintem az első adással érdemes kezdeni, ott az ageizmusról van szó, úgy általában, hogy mi ez az egész generációk mentén való megkülönböztetése, és adott esetben negatív jelzőkkel illetése bizonyos korcsoportoknak. Úgyhogy szerintem az egy jó belépő, az összes többi pedig, hát nem, kicsit romlandó. Szóval, hogy nyilván ott a fakivágásról volt szó, vagy a fakivágással kapcsolatos törvényekről volt szó, a diáktüntetésekről, ez még aktuális, úgyhogy még azokat is ajánlom. Úgyhogy kövessétek, szóval, hogy lesznek itt aktualitások. De egyébként, hát kérdezzek már vissza, mert van még itt egy podcast a terítéken, a GM készületlenül. Reméltem, hogy ki tudjuk húzni nice. A más időt nélküle. Nice kötés, igen. De egyébként annyit kérdezgettél itt személyes megélésekről, hogy engem az nagyon érdekel, hogy neked személyesen mi az ott abban a podcastben, amit úgy érzel, hogy itt tudsz kibeszélni, és másütt az adásokban nem, mert én a hangodon egyébként azt hallom, hogy ott nagyon kinyílsz. És hogy mintha egy olyan terepen lennél, ahol amúgy nem tudsz az adásokban. Egyrészt ilyen nagyon érdekes, dedikáltan podcastot csinálni, úgyhogy egyébként alapvetően képeket állítok elő napi szinten. Tehát van egy ilyen a képeknek egy ilyen túltengése az én munkásságommal kapcsolatban, és ez egyébként egyre inkább, nem azt mondom, hogy zavar, de így elgondolkoztat, és egyébként most nem azt mondom, hogy ezt be fogom majd következni, de tökre gondolkoztam már azon, hogy mit jelentene, hogy egy évadot úgy csinálnak meg, hogy kizárólag hangban lehet fogyasztani. És hogy teljesen más típusú figyelmet állít elő az, amikor csak füllel vagy jelen, és nem kell nézni. Általában szerintem a tekintet az hamar elfárad. Mm. Tehát füllel, hallás után sokkal könnyebb követni dolgokat, mint amikor így nézni is kell. Szerintem nagyon ritka az, hogy konkrétan figyelünk egy képre, ami előttünk zajlik, és nem csinálunk ezzel más dolgot. Szóval, hogy alapvetően ezt jelenti, hogy van egy ilyen felszabadulás, hogy nincsen kép. Másrészt meg az is van, hogy azért olyan embereket hívhatok el, akik
akik személyesen nagyon fontosak, de nem biztos, hogy mondjuk lehetne egy nagy műsort felhúzni rájuk, különböző okokból kifolyólag, de én azon szeretek velük találkozni, vagy szeretek velük beszélgetni, sokat is szoktam rájuk gondolni, hogy valamilyen módon jelen vannak a gondolkodásomban. Ugye eddig három vendégünk volt, Tamás Gáspár Miklós, Láng Anna Mária és a Bende Anna. Talán az Annás az csak majd januárban kerül ki, ezt most nem tudom pontosan, de lényeg az, hogy ez is a terv, hogy ide kifejezetten olyan embereket hívok el, akik mindenfajta egyéb elvárások nélkül pusztán csak azért jönnek, mert nekem van egy kötődésem hozzájuk, és azt gondolom, hogy tudunk úgy beszélgetni, annak lehet közérdeklődése, számot tartó veleje, illetve hát nyilván mondjuk pont a Láng Anna Maris podcastban az imán alapvetően rólam is erőteljesen szólt, nem csak róla, a közösen eltöltött időről a Krétakörben, meg az egész Krétakörös élményegyüttesnek, traumaegyüttesnek, örömegyüttesnek és így tovább. Tehát ez egy komplex tudsz, annak az ilyen közös földolgozása, és az egy szerintem kifejezetten számomra egy nagyon emlékezetes és egy nagyon megindító beszélgetés volt. És hát azért egy podcast helyzetben, szóval sokszor az egy nagyon nehéz kamerák előtt bizalmi helyzetet előállítani egy interjú alanyjal, és pláne ugye nálunk van ez a podcast stúdió, amit dedikáltan létre tudott jönni. Köszönhetően nektek egyébként, mert hogy van rá zsé tőletek, de hogy van egy ilyen típusú helység, ami ráadásul szerintem az egyik legjobb helység az irodánkban. Én imádom azt, hogy olyan csönd van, mint sehol máshogy. Tehát szoktam azt csinálni, csak bemegyek oda és ott ülök, mert tényleg konkrétan semmi nem jön be zajként. Másrészt egy eléggé jól zárt helység, de közben mégsem ilyen klausztrofóbikus, tehát hogy valahogy így sokkal szabadabban, vagy sokkal kötetlenebbül, sokkal felszabadultabban lehet beszélgetni. Szerintem az alanyoknak is sokszor megnyugtatóbb. Mert eleve az, hogy van előtted egy mikrofon, az kicsit olyan, hogy így valami fajta távolságot is teremt. Tehát ugye mi, amikor beszélgetünk egy stúdióban, akkor azért alapvetően az van, hogy ilyen teljesen nyílt testtel vagy jelen interjúztató és interjú alany, és az, hogy van közöttetek két ilyen mikrofon, és valamennyit ki is takar, meg valamennyit árnyékon, meg valami fizikai blokkádot képez, ez szerintem van egy ilyen többletbiztonság érzetet, legalábbis nekem eddig ez a tapasztalatom, de lehet, hogy ezt túlgondolom. Szóval így, röviden tömören, ennyi. Nem, de egyébként tényleg szerintem is összefogja talán ezeket az adásokat, hogy intimebb. Igen. Intimebbek. Az meg külön érdekes, hogy ott van a mikrofon, és ez az egyetlen egy eszköz ahhoz, hogy kommunikáljak itt a világgal. Igen. És nem az van, hogy figyelek az arcomra, abszolút, szarul áll le a hajam, hogy ülök, nem tudom, hanem itt ez van, és kész. Sikít koncentrálni, lehet, hogy a vendégeknek is amúgy. Sokkal kényelmesebb, úristen, nem tudom elmondani, és azt kell még hozzátennem ehhez, hogy sokkal könnyebben tudok nőket meggyőzni, hogy jöjjenek interjúzni. Tehát, hogy amikor a Zsófilter videós formában működött, akkor nagyon nehéz volt sokszor meggyőzni nőket arról, hogy oké, lesz a kamera előtt, és még így is egyébként szerintem nem volt még se videó, se audio formátumban olyan interjú alanyom nő, aki ne úgy állt volna föl, hogy úristen, biztos nagyon szarul beszéltem, biztos nagyon rosszakat mondtam, Jézusom, ugye megvágod, tehát hogy nagyon sokat őztem, és ezt még ebben az interjúban még én is csináltam, pedig próbálok róla leszokni, de hogy tényleg annyira szarul vannak a nők, hogy az, hogy tényleg így bejönni, sztorizni, az audio formátumban sokkal-sokkal könnyebb. És még egy annyi pont ehhez, hogy valóban, tehát amikor képen vagy, akkor egyrészt azt, igen, hogy áll a hajad, mit viselsz, stb. Meg azt, hogy hogyan dramatizálod az egész beszélgetést testbeszéddel, mimikával, stb. Azt, hogy ez egyáltalán nincsen, mint eszköz, ez így lekerül rólad, és pusztán csak a hangszíneddel tudsz bármit is jelezni, vagy valamilyen helyzeteket megteremteni, ettől olyan finomságokat lehet megcsinálni, és egyébként ezért szerintem nagyon fontos azt, hogy nálunk nagyon jó minőségű, most nem akarom túlkasárolni magunkat, de tényleg szóval ebben nagyon sok erőforrást tettünk, hogy jó minőségű legyen az a stúdió, és egyébként szerintem hallható. Tehát, hogyha az ember összeveti más podcastokkal, akkor szerintem az is megkülönbözteti a miénket, hogy amikor olyan helyzet van, hogy így hallani kell azt az apró sercenést, akkor azt lehet hallani. És ez fontos. Záró kérdés, milyen podcastot ajánlanátok a hallgatóinknak, nézőinknek, akár úgy, hogy magyar nyelven hallgatjátok, fogyasztjátok, vagy egyszer csak találkoztatok vele, fontos volt, vagy akár a nemzetközi szintérről, vagy ha nincsen podcast, akkor mondhatok jó zenét is, amit itt a karácsonyi szünetben érdemes felrakni, ha az ember egy kicsit megpörgetné magát a konyhában. Jakab? Hát figyeljetek, akkor mondok zenét. Amúgy podcastnek a ízét mondanám, a hallgassátok a Jó van ez így podcastet, ami egy határeset, Nagy Ádám és Szabó Marci csinálják a Fókusz csoporton, még aztán lesz külön, szerintem kurva szórakoztató, nagyon érdekes egy felállás. Csak ez a neve, hogy Szabó Marci? Igen, most mondd meg. Szuper. De egyébként meg zenét is hallgasson, nekem most annyi ilyen jó felfedezésem van, hogy
van egy ilyen kis műsorlistám, ahol feminista zenék vannak, és aztán rájöttem, hogy igazából nem feminista zenék, csak nők énekelnek a saját megéléseikről. Úristen! És hogy ez már egy politikai statementnek hat a hülye fejemnek, mert úgy megszoktam azt, hogy ugye arról van szó, hogy a csaj elhagyott, és amikor arról énekel például a Courtney Barnett, hogy az a refrénje a dalnak, hogy szeretnék végigsétálni a parkon este úgy, hogy nincsenek az ujjaim között a kulcsaim. Ez egy olyan hétköznapi megélés, ami már politikai statementnek hat, holott igazából csak egy embernek, egy nőnek a hétköznapjai. Örült, szóval hallgassátok. Örült, jó. Csak egy kapcsolás ide, és aztán rögtön a Zsófinak adom át a szót, hogy én most azt tudtam csinálni, hogy vannak ilyen kortárs karmesterek, akiket nagyon szeretek, és ők raknak össze playlisteket. Nem mindegyik, de van, aki összerak. És van ez a Lorenzo Viotti nevű, szerintem fantasztikus karmester, és neki van, nagyon jó playlistjei vannak a Spotify-on, azt mindenkinek ajánlom. Ha zene, akkor hallgassatok Flanger Kids-t és Noirát, feltörekvő női előadók, imádom őket, kedves emberek az életemben, és én nem hallgatok magyar podcastokat, de a külföldiek közül imádom a Trigonometry-t, ami a szólásszabadság témája körül nagyon jó beszélgetéseket hoz. A gender témában Gender, a Wider Lens, zseniális, nagyon-nagyon szuper, remek szakértőkkel két nőc így csinálja podcast, illetve hangjáték műfajában szerintem mestermű a Radiolab-nek az összes adása, ott olyan csodálatos audio varázslat történik, és olyan történetmesélés, amit szeretnék majd egyszerűen is kipróbálni, hogyha lesz időm, talán jövőre, de... Hallgassátok a Zsófiltert, hallgassátok a Bezzeg az én időben, és a többi podcastunkat is, amit készítünk a számotokra. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, minden jót nektek. Nektek pedig szintén köszönjük a figyelmet, úgy erre az adásra vonatkozóan, mint az új és régi podcastjainkra is, amelyet mostantól az új podcast felületünkön tudtok hallgatni. Tehát nagyon fontos, hogyha nem követitek be ezt az új csatornát, amit egyébként az összes korábban is már használt podcast platformunkon megtaláltok, akkor le fogtok maradni róla, tehát érdemes belinkelni ezt is magadnak, hogy az újabb és újabb epizódok ne kerüljék el a figyelmed. Tehát a Partizán főcsatornáján kizárólag a videós adások hanganyagát fogod tudni meghallgatni. Ha a dedikált podcastokra vagy kíváncsi, akkor muszáj lesz a Partizán podcast csatornát is követned azokon a felületeken, ahol eddig is követtél bennünket. Kérlek, tegyél így, szerintem, ha lemaradsz, kimaradsz, nem jó, és ahogy hallhattad az elmúlt közel egy órában, számtalan podcastunk készül, valamelyiknek nyugodtan adj egy esélyt, hogyha eddig még nem tettél volna, így most itt az ünnepek alatt amúgy is kevesebb videós tartalommal rendelkezünk, vagy jelentkezünk, úgyhogy ilyenkor érdemes esetleg egy-egy podcastnak esélyt adni arra, hogy hát ha elkap, hát ha behúz, hát ha mond valami olyasmit, amivel eddig még nem találkoztál. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, minden jót kívánok, ciao. Benne voltál, ne aggódj. Hogy sehol együtt akartam. Thank you.